Már több mint 70-en adták vissza állami kitüntetéseiket, mert nem szeretnének egy listán szerepelni Bajer Zsolt író-publicistával, akit a múlt héten a Magyar Érdemlend lovak keresztjével tüntettek ki. Bencsik Andrással, a Magyar Demokrata Hetilap főszerkesztőjével beszélgetek. Jó reggelt! A tartozástól független embereket sértett meg? Nem sértettem meg, tényt állapította meg, tehát ezek az emberek büszkén baloldaliak, és ez remélem nem tagadják le. Pásztori Dóra levitézett kommunista? Egy jelentős részük kommunista volt. És folytathatnám tovább. Folytassa, legyen olyan kedve. Ha időközben Tázak a szekrényből, ugye, mert most mindenki majd eszébe jut mindenkinek, hogy velem ez történt, az történt, és akkor majd elmeséli a saját történetét. Nekem végig fejezni ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek. Köszönjük szépen. Ott azért éreztem rajta, hogy erőlködött, és hogy nem akarta ezt hagyni, hogy másodszorra is megkapja a testlit. Tehát a reggeli úszás után azért szerintem látta azért, hát ideges volt, meg azért számolt azzal, hogy velem fog úszni, meg látta is nyilván. Én cíjas vagyok, úgyhogy azért még van előttem pár olimpia. Van egy pár. Úgyhogy... Meg Phelps gyorsan vissza is vonult most, nehogy... Igen, nehogy azért már visszavonult egyszer. Igen? Nehogy meg tud verni. Sírt meg minden, jó van, abba hagyom gyerekek. Elértem már mindent, de lehet, hogy még vissza fog jönni. Annyi a változás, hogy most már van gyereke, családja, úgyhogy lehet, hogy ez egy nyomósabb ok. A betyár mindenségét. Köszönöm. Mint hogy bejöttél. Hát szívesen. Tehát első a pszichológus feladata, hogy felismerje a belső motivációt. Évánál derült ki, hogy amikor megszületett Gyarmati Andrea, akkor a nőknek rájöttek, hogy a sportot... Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen a lehetőséget.